A Körösmaros Biofarm Kft. Egyik 40 hektáros tábláján ezen a héten kezdődött el a betakarítás. Itt egy nap alatt be is fejezték a munkát. A búzamezőn a vártnál jóval ritkább a termés, körülbelül 2 tonnára számítottak az aratás során. A gyulai biofarmon a vegyszermentes gazdálkodás miatt a gyomok is életre kelnek a táblákon, a közelmúlt esőzései miatt pedig igen nagy helyet követeltek meg maguknak a haszon növények között. Ez természetesen a termés átlagot is befolyásolja, cserébe ez a módszer tisztább gabonát eredményez. Ez már a 3. viszmajoros év, ugye 2018 és 2019 is aszálykáros volt. Áprilisban 6 mm csapadék hullott, ezért pont amikor bokrosodni kellett volna, ezért nem tudott bokrosodni. Ez egy kékhámaros tritikálé. Igazándiból, mivel mi vegyszerezni nem vegyszerezhetünk, ezért a gyomoknak, ahogy látszik is, a bokrosodás miatt, hogy nem elmaradt a bokrosodás, erőre kaptak a gyomok is. Tehát összességében azt mondom, hogy ez egy gyenge, közepes év lesz. Békés megyében az ősznyárpa tekintetében már 95%-os betakarításról beszélhetünk. Ahol még nem végeztek a munkával, az a belvíz miatt alakult így. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke szerint a gazdák jelentős terméskieséssel számolhatnak, hiszen a száraz tavasz követően térségünkben esett szinte a legtöbb csapadék. Ez egyes kultúráknak jót, másoknak viszont rosszat tett. Nem a legjobb kor időzített a természet, problémát okozott a betakarítási munkák kivitelezésében, de a növények fejlődésében sem a legideálisabban időzített a természet. De ha azt nézzük, hogy az őszi búza hogy áll, hát pontosan azt még jobban megsínlette. Jelenleg a korai érési fajtákat aratják, olyan 40%-osan viszonyban vagyunk a mennyiség tekintetében, tehát még jelentős terület van, amely hát várat magára. Rendkívüli módon befolyásolta az érési folyamatokat ez a mostoha időjárás. A Körösmaros Biofarmnál az aratással párhuzamosan folyik a kaszálás és a bálázás is. Mozgalmas nyár áll még a dolgozók előtt, hiszen körülbelül 260 hektárról kell betakarítani a termést. Ezután a gyulai cégnél is elkezdődik a szénabetakarítás, majd a lucerna szenás készítése.